Jó napot kívánok, sziasztok! Nagyon szeretem a régi köztársaság korábban játszódó történeteket, és szívesen olvasok a szitekről, Naga Sadoról pedig mindig is többet szerettem volna tudni, mint amit említés szintjén a Knights of the Old Republic videójátékból és néhány regényből megtudtam. Ezért kíváncsian fogtam hozzá a Jedi Históriák sorozathoz, melynek magyarul nyomtatásban csak az első két kötete jelent meg, az első gyűjteményes formában, a második pedig füzetenként. A történet ott folytatódik, ahol a szitek aranykora befejeződött. A kétségbe esett Jori Daragon, amilyen gyorsan csak tud, visszatér a köztársaságba, hogy figyelmeztessen a Sith birodalom jelentette fenyegetésre. Azonban csak süket fülekre talál. A lány megrendül, mert senki sem bízik benne, az irónia nem veszett ki belőle. Elszánt, ha pilóta képességeiről van szó, akkor szerénynek nem nevezhető. Gev szomorú, testvére érdekében beletörődik a szolgálatba, naív, szerénykedik, kicsit fél az új dolgoktól, de képes elhatározni magát, még ha az nem is jelent életbiztosítást számára. Naga Sado továbbra is uralma alá akarja hajtani a köztársaságot, dühöng, amikor ellenlábasai szolgái belévetett hűségét próbálják megingatni, alattomos, sumákol. A könyvkedvelő, kíváncsi Odán Ur unalmasnak tartja Téta császárnő oldalán való villogást a hivatalos rendezvények alkalmával, bizonytalan a harcot illetően. Ebből a részből se sok minden derül ki róla. Téta császárnő fegyvergyárai üzemben tartásával készen áll megvédelmezni a köztársaságot és az elkényelmesedett Coruscantot, ha a szükség úgy hozza. Az űrhajókat első ránézésre nem mindig tudtam megkülönböztetni az épületektől, annyira hasonlóak, illetve eltérőek az általam ismert gépektől. Érdekes látni, hogy mi mindent, különböző állatokat, gépeket mozgósítanak a hadjárathoz a szitek. A különböző űrhajók együttes látványa számomra még Star Wars mércével mérve is nagyon futurisztikus. Megragadja a tekintetem, percekig csak a részleteit néztem. Rajzolás tekintetében ez a kötet is elég erőteljesen az ókori Egyiptomra hasonlít, de mellette én egy kicsi szamuráj kinézetet és ábrázolási stílust is felfedezni vélek. A képek nagyon részletesek, ezért érdemes alaposan szemügyre venni őket. Az arcok általában kifejezőek, de néhány elég furán néz ki. A szöveg sokszor szájbarágós, és nem tetszett, amikor a szereplők magukban beszéltek. A történet izgalmas, mindig történik valami, de nekem a drámai jelenetek tetszettek igazán. A történet vége miatt legalább annyira tetszik ez, mint az előző kötet. Nektek mi a véleményetek erről a képregényről? Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!